A vidéki reggeliben adakösség kulturális élete mellett bemutatták a város turisztikai lehetőségeit is. Idegenforgalmi lehetőségünk községünkben rendkívül kedvezők. Itt megtalálható a halászat, vadászat, kemping, szabadidő és sport, valamint a falusi turizmus. Azon kívül különféle rendezvényeket szervezünk, például az aratóünnepség, gasztronapok, bor, pálinka fesztivál, valamint az ADA rally, amelyek a kempingeseknek a találkozója. A város üdülőközpontjába évente 70-75 ezeren látogatnak el. A medence komplexumot üzemeltető Adica közvállalat idén a fiatalok szórakoztatására fektet nagy hangsúlyt. Szeretnénk tartalmassá tenni szintén a hétköznapokat is, és terben van, hogy szervezünk strandröplabda versenyt, strandfoci versenyt, asztali tenisz bajnokságot az ifjúsági szervezettel együttműködve, illetve augusztus hónap elején megrendezésre kerül a már hagyományos Delfin Kupa nemzetközi úszó találkozó. Adán a hétvégén tartják a városnapot, amelynek keretében a sport és kulturális programok mellett megpróbálják megdönteni a Guinness rekordot, összesen 10 000 szármát főznek meg egyszerre.